Március 15-e az egyik legszebb állami ünnepünk, így kezdte köszöntő beszédét Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere. Emlékeztetett arra, hogy a gyermekkorban megtapasztalt történelem tanítás, a kokárda készítése és a magyar zászló színezése arra tanította a fiatal nemzedékeket, hogy felnőtt korukba is emlékezzenek történelmünk nagyjaira. Március 15-éről, amit kaptunk, az a hazaszeretet, a függetlenség szeretete, a szabadságvágy, a boldogság és március, tehát a fiatalság is. Ez számomra azóta is egy szinte szakrális élménynek tekinthető. A magyar történelem megtanította az akkor felnővő generációt, hogy szeresse a hazáját. Remélem, hogy viszonylag jó tanulók voltunk. De a magyar nem volt mindig eminens, hiszen nem vette figyelembe március 15-e örökségét, üzenetét a mának. A felelősség, a mindenkori felelősség minden magyarért, a hazánkért és a nemzetünkért. Így tébolyulhattunk bele háborúkba, mindenféle forradalomnak nevezett csúszságokba, aminek az eredménye, vagy inkább azt mondanám, az eredménytelensége máig is érthető. Dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő szerint a 48-asok forradalma és szabadságharca a legalapvetőbb emberi értékekre épített. Nem véletlenül fogalmazták meg a márciusi ifjak a 12 pontot és ennek a kezdő sorait. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Szabadságszerető népként mindennapi célunk ma is ez, hiszen ez az óhaj nem is lehetne időszerűbb vagy fontosabb. Sátoraljaújhely ebből a szempontból is kivételes. S ez a város földrajzi helyzetéből és a trianoni békediktátum okozta nehézségekből kifolyólag egy élő felkiáltó jel a magyar szabadság ügyét számos részletében, elemében képviselő közösség, amely ma is egyértelműen érzi, de érezteti is, hogy létérdekünk, a szabadságunk védelme az első és legfontosabb kötelességünk. Az esemény vendége volt Simicskó István, Új-Buda országgyűlési képviselője, aki ünnepi beszédében a magyar identitásunk ékkövének nevezte ezt az emléknapot. Hogy valóban voltak bátrak, voltak hősök, voltak március ifjak, akiknek köszönhetjük, hogy ma itt vagyunk, és emlékezhetünk együtt a dicsőséges, közel másfél éves időszakra, és ebből mind a mai napig erőt tudunk meríteni. A bölcsek úgy tartják az ókor óta, hogy a történelem az élet tanító mestere. Ebben a vonatkozásban mi magyarok azt hiszem, hogy mesterei lehetünk már az életünknek, hiszen valóban a több mint a Kárpát-medencében eltöltött 1000 évünk, 1000 éves államiságunk elég sok tapasztalatot és tudást adott mindannyiunknak. Sikerekkel, győztes csatákkal, kudarcokkal, vereségekkel, de egy biztos, hogy mindig fel tudtunk állni, mindig újra tudtunk indulni a történelmünk viharos időszakaiban is, hiszen össze tudtunk fogni, és ha össze tudtunk fogni, akkor képesek voltunk akár csodákat is végrehajtani. A megemlékezők ezt követően a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Technikum, szakképző iskola és gimnázium ünnepi műsorát tekinthették meg, melyben közreműködtek a Lavotta János Alapfokú Művészeti Iskola ütősei, majd pedig a Bokréta Művészeti Iskola táncosai. A megemlékezés koszorúit ezt követően helyezték el a jelenlévők.